Little Town álmos városkája minden évben megtelik élettel, amikor a karnevál megérkezik. 37 nyara kifejezetten izgalmasnak ígérkezett, több utazó cirkus is egyszerre érkezett meg, és azonnal lázas építkezésbe kezdtek a város melletti üres mezőn. Vajon ki fogja idén a legnagyobb látványossággal elkápráztatni a közönséget, és a legnagyobb tömeget vonzani? Csak ennyerheti el a vágyott címet, The Grand Carnival. Sziasztok! Csima Vilmos vagyok, és ez itt a Játékra Készmet Játszani Jó YouTube csatorna. A mai napon a The Grand Carnival című játékot hoztam el nektek, ami egy 1-től 4 személy által játszható, maximum 1 órában végigjátszható játék. Szerintem kiváló játék lesz, nagyon fogjátok élvezni. Magyarországon méltatlanul nincs helye tulajdonképpen a játékos társadalomban, nagyon szórakoztatónak ítéltük meg. Kezdjük el a setup bemutatását. Az a játékos kezdi az első játékot, aki utoljára volt cirkuszban vagy vidámparkban. Minden lépés 3 különböző akció lehet, alapot lerakni, vidámparki látványosságot építeni ezekre az alapokra, vagy vendéggel lépkedni a látványosságok között. A vendégek csak a már lerakott látványosságokra léphetnek, és a látványosságokat mindig az alaplapokra kell lerakni. Az első lépés minden játékban a pályaudvar lap, pályaudvar tábla. Ezt középre rakjuk, mert ezt mindenki használni fogja. Ezt képzeljétek el úgy, hogy a cirkuszosok vasúton utaznak egyik helyszínről a másikra. Mivel a cirkuszok vasúton utaznak, ezért az építési alaplapokat erről a közös tábláról lehet majd elvenni, és itt jelöljük az eltelt köröket is. 7 napon, azaz körön át lesz mindenkinek 5-5 lépése. A 42 alaplapot fejjel lefelé megkeverjük, és lerakjuk a két egyes helyre. Ezután 4 darabot felcsapunk a számozott helyekre. Innen vehet majd mindenki lapot a lépése értékének megfelelő négyzetből. Ha felvettek egy számozott lapot, akkor utána a többi lap balra megy, balra csúszik, és az ötös helyre felcsapunk egy újabb lapot. Az egyes értékű lépés itt az oszlopról vakon húzni. A második lépés a trükkkártyák kirakása. Összesen 14 kártya van, mindegyik teljesen egyedi. Ebből húzunk fel keverés után véletlenszerűen 3-at. Ezeket is kirakjuk. Ezt mindenki használhatja majd. Nézzük meg ezeket a trükkkártyákat. Minden trükkkártyának van természetesen egy neve. Van egy feltétel, amit teljesíteni kell, és utána van egy bónusz, vagy képesség, amit ad azoknak, akik teljesítették a feltételt. Ezek a trükkkártyák akár ki is hagyhatók az első néhány körből, csak a laposabb tanulógörbe érdekében. Tekintsétek ezeket úgy, mint egy kiegészítőt. Enélkül is tökéletesen játszható a játék, legfeljebb egy kicsit nem olyan színes. Mivel csak 3-at csapunk fel a 14 trükkkártyából, ezért el tudjátok képzelni, hogy ezek a játékok nagyban variálják a játékélményt is. A harmadik lépés kirakni az 50 darab jegyet, belépő jegyet szintén középre, hogy mindenki elérje. Ezekről most csak annyit, hogy a felépített látványosságok a játék végén csak akkor érnek pontot, ha legalább egy belépő jegy is van rajtuk. A negyedik lépés, mindenki válasszon egy játékszínt. Én most kiválasztottam a pirosat, és vegyétek magatokhoz a színnek megfelelő 8 darab bábutokat is. Ebből 5 a tábla mellé bal oldalra kerül, ezek fogják majd a különböző értékű akcióitokat jelölni, a maradék 3 pedig majd a teljesített trükkkártyákra fog kerülni. Ezen kívül még a személyes tábládon van egy kis lejátszási segédlet, illetve egy pontozás, ami segít a játék végén eldönteni, hogy kinek hány pontja van. Az ötödik lépés, kirakni szintén középre az 50 darab vendégbábut.
Ebből a játék elején a setupnál mindenki kettőt kap, amit egyenként egy-egy entry pontjára rakhat le. Amikor innen majd elkerülnek a játék közben a vendégbábuk, ha mind a két entry belépő pont üres lesz, akkor vehetsz két újabb bábút, és kapsz majd melléjük egy narancssárga kikiáltót is. És akkor jöjjön a hatodik lépés, ma a narancssárga kikiáltóknak a középre tétele. Ezek, már beszéltünk róla, hogy mikor kerülnek fel a táblára, és még annyit kell ezekről tudni, hogy különböző mennyiségű kikiáltót kell középre kirakni, annak megfelelően, hogy hányan játszunk. Szóló játéknál 3 darabot rakunk ki, 2 játékosnál 5-öt, 3-nál 6-ot, 4 játékosnál pedig 8 bábút. Ezeket majd a zöld mezőkre kell kirakni, és meg fogják növelni egyel a vendégek lépéseinek a hosszát. Vigyázz, hogy hova teszed, mert többet nem fog mozogni, viszont a vendégek mozgását akadályozhatja. A hetedik lépés a különböző attrakciók vagy látványosságok kirakása. Láthatjátok, hogy különböző méretű attrakciók vannak, 1-től 5-ig, és ezekből nagyon hasonlóan, mint ahogy a kikiáltóknál is, itt is ugyanannyit kell minden méretből kirakni. Szólójátéknál 3-at minden méretből, 2 játékosnál 5-öt, 3-nál 6-ot, 4 játékosnál pedig minden méretből 8-at. Ezeket is félretesszük, és mindenki húzhat belőle, amikor kifizeti az ellenértékét. Itt nyilvánvalóan, amikor az ember úgy dönt, hogy attrakciót épít, akkor olyan méretűt építhet, amekkora méretű akciót fizet érte. Figyeljétek meg azt, hogy a kettőnél nagyobb attrakcióknak hasonlóan a Tetrishez különböző formájuk lehet, és ezek a formák nagyban variálják a játékot is. Amikor attrakciókat veszel, a szám, illetve a méret határozza meg, hogy milyen értékű akciót kell fizetned érte. És ezzel tulajdonképpen készen is vagyunk, megvan a kezdő setup, el lehet kezdeni a játékot. Mindig, amikor te kerülsz sorra, minden nap vagy körben választanod kell az 5 különböző értékű akcióból, illetve 3 különböző dolgot tehetsz, ahogy már beszéltünk róla, építhetsz egy alapot, vagy az alapra építhetsz egy megfelelő alakú attrakciót, vagy az attrakciók között sétáltathatod, léptetheted a vendégeket. Minden alaplap 4 részre van osztva, 4 egyenlő részre van osztva, és alapvetően kétféle lehet, zöld sétáló terület, illetve világos-barna építési terület. Fontos még, hogy az alaplapoknak mindig az alaplapokon található fakalapácsoknak ugyanúgy kell állniuk, ahogy a tábládon a kalapácsoknak mindig. Következő akció mindig a látványosságok. A látványosságokat mindig csak az alaplapoknak az építési barna területeire rakhatjuk. Lehetnek egy alaplapon is, vagy akár többen is átnyúlhatnak. A bábuk, amennyiben bábuval lépsz, úgy abban az esetben annyit léphetnek a bábuk maximum, amekkora akciót fizetsz értük. Egy lépésben csak egy vendég mozoghat, és nagyon szigorú szabályok szerint léphet csak. Itt most csak annyit, hogy a vendégek mindig a zöld alapokra léphetnek, és mindig csak jobbra, balra, előre vagy hátra, sose kereszt irányban. Nem léphetnek vissza a belépőpontra, nem léphetnek át egymáson, nem léphetnek vissza, nem léphetnek attrakcióra, illetve amikor a cirkuszba végül belépnek, onnan már nem léphetnek ki a játék végéig. Amikor egy vendég befejezi a lépését, és egy adott négyzeten marad, akkor a mellette, közvetlenül mellette lévő attrakción vagy attrakciókra egy jegyet lehet tenni. Minden attrakción csak annyi jegy lehet maximum, amekkora a mérete. Amennyiben kiépítettük a sétáló utat egészen a Big Top sátorig, és oda belép egy vendég, utána már a játék végéig ott kell, hogy maradjon, viszont pontot ér a végelszámoláskor a cirkuszig eljutott vendég. Körülbelül ennyit akartam elmondani a játékmenetről, beszéljünk egy kicsit a végelszámolásról is.
itt van a végelszámoló segédletünk, és azt tudnotok kell, hogy ami beleszámol a végpontokba, az a látványosságok száma és variációja, amit építettünk, a vendégek száma a nagy sátorban, az eladott jegyek száma, illetve a be nem épített területek, mint negatív pont. Szeretném megemlíteni, hogy az 5 különböző méretű attrakció, ha építesz a tábládon, az összesen 22 pontot ér, ami egy nagyon drága pontszám, ahhoz képest, amilyen egyszerű kirakni. Emellett szintén pontot érnek az ugyanolyan méretű attrakciók, ha 3-nál többet tudsz építeni. A nagysátorig eljutott vendégek pontot érnek, de csak 4 személyig. 4 személy fölött már csak 15 pontot ér, ezért az ideális szám a sátorban a 4 darab vendég. Az eladott jegyek után is kapsz, ahogy említettem, pontokat. Itt ezt úgy lehet maximalizálni, hogy 15 vagy több jegyér kapsz 12 pontot. Ezen kívül kapsz még a kikiáltókért is pontot, minden kikiáltóért 3-at. Ezek a plusz pontjaid. Ebből még le kell vonni minden látható kalapácsot. Számít az alaptáblán látható kalapács is, vagy a be nem épített alaplapon lévő kalapácsok is. Kalapácsonként egy pontot vonj le magadtól. Aki a játék végén a legtöbb pontot viszi haza, ő kapja meg a Grand Carnival címét, ő lesz a nyertes abban a játékban. Mint látjátok, ennyi volt a szabálykönyv, gyakorlatilag beszéltünk minden, még ha nem is beszéltünk minden szabályról, mindenképp javaslom azért elolvasni a szabálykönyvet. Izgalmas grafika, rendkívül igényes kialakítás, és a rengeteg variáció miatt nagyon hosszan élvezhető a játékmenet, nem lesz két ugyanolyan játék. Egészen elképesztő stratégiai mélységek vannak a játékban, ezt leginkább rátok bízom, hogy észrevegyétek. Én már több játékot is lejátszottam, amíg készültem erre a videóra, és meg kell, hogy mondjam, hogy mindegyik különbözött. A látszólagos egyszerűség ellenére a felkészülés során teljes mértékben belopta magát a játék a szívembe. Tetszik, hogy a közös szűkös források ellenére mégiscsak mindenki a saját tábláját építi, ezért sose kell egymás lábára lépni, vagy kitolni egymással. Hanem a versengés az nagyrészt a logikai gondolkodásra, a kombinációs készségre és a különböző variációknak az átlátására fókuszál. A játék, ha igénylitek, még tovább nehezíthető, például ezzel a kiegészítővel, ami szintén a Kickstarteren jelent meg, és valójában több, egymástól akár függetlenül is játszható kiegészítőt tartalmaz, mindegyik tovább színesíti a játékot, illetve hosszabbítja az élvezhetőségét. Ennyi volt a videó, jó mulatást hozzá! Kérlek, lájkoljátok a videót, ha tetszett, és kommenteljetek, ha nem. Látogassátok meg a Facebook oldalunkat is, és jelöljetek be. Köszi, és sziasztok!